Hát akkor kedves vendégeim, szeretettel köszöntöm Önöket. Látok új arcokat is a tegnapi beszélgetés előadáshoz képest. Ezért hogy mondjam el, hogy Vajda János vagyok a Szentendrei Magyar-Izraeli Baráti Társaság képviseletében. Ezt a mai rendezvényt itt tartjuk Szentendrén a Szántó Emléki Simaház kis mini zsinagógájában, mert az udvarra nem merünk az időjárás bizonytalansága miatt kimenni. Ugye ez egy vallási környezet, egy teljesen megfelel minden szempontból az előírásoknak, egy kis mini zsinagóga, tóra szekrényel és tórával is, ahogy látják, egy kis kiállítással a régi időkről és a régi emlékekről. De ez nem egy vallási rendezvény, és ilyen értelemben tehát eltekintünk azoktól a kötelezettségektől, amit férfiak és nők ilyen térben kötelező. Köszönjük, akik megtiszteltek, hogy egy kipát vettek fel, de azoknak sincs semmilyen probléma, akik nem tették ezt. A mai előadáson Benye Senyei Tibor fogja nekünk elmondani, amit ő úgy gondolta, hogy fontos. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő jelenlétüket és a meghívást és a lehetőséget, hogy itt beszélhetek. Ugye tegnap este a Szentendrei Gólem címmel olvastam fel egy elbeszélést, amit külön erre az alkalomra írtam, és a szentendrei zsidóság történetének egy pici szegmensét vettem ki. Itt még elő van két hely, hogyha valaki szeretne jönni. Nem kell félni, nem fogom kihívni felelni azokat, akik nem lesz felelés, hello, tiszteltem, foglalkozottan leszek. Tessék, lehet még jönni, van itt még. Kint nem lehet hallani. Igen, azért érdemes. Igen, nem mikrofonoztuk be, mert viszont akkor itt belül volna olyan túlságosan. Igen, nagyon hangos. Visszhangos. És hát nem fogok úgy csinálni, mintha én egy rabbi lennék, tehát nem fogok. Én egy költő vagyok, író, Szentendrén élek, a Kadacsúcson immáról három esztendeje, és a mai előadásnak az a címe, hogy Hamvas Béla és a zsidóság. Az elmúlt években én nagyon sokat foglalkoztam Hamvas Béla munkásságával, írtam egy könyvet, erről számos esszém jelent meg. Ez a könyv a Hamvas halálának 50. évfordulójára fog megjelenni, most az utolsó simításokat végezzük rajta. Az a címe ennek a könyvnek, hogy Hamvas Béla ezerarcú és egyszerű élete és műve. Kemény Katalinnak az Élet és életmű című írása ihlette ezt a címet, és ez egy esszé monográfia, tehát nem egy életrajz, hanem Hamvas életéből és műveiből egy-egy pontot kiemelve, elemezve, tovább gondolva próbáltam a kritikusabb pontokat, a nehezebb pontokat értelmezni, olyan kérdéseket feltenni, amelyek 50 évvel a halála után relevánsak egyrészt, másrészt az egész életművet tovább gondolni, úgyis, mint ma élő író, költő, akire ez valamilyen kötelességet ró, hiszen ugyanazon a nyelven alkotunk mind a ketten, a Hamvas is magyar író volt, én is az vagyok, és úgy is, mint szentendrei lakos, mert én nagyon sok helyen laktam, nagyon változatos volt az életemnek ez a része, nem gondoltam volna, hogy Szentendrén fogok kikötni, de amikor ide költöztünk Szentendrére, akkor nyilván ez volt az első dolog, hogy wow, abban a városban kerültem, ami Hamvasnak is annyira fontos és szívéhez közel álló dolog volt. A mai előadás az egyik utolsó, nem biztos, hogy az utolsó előadásom lesz Hamvasra, nyilván amikor majd a könyv megjelenik, akkor majd lesz erről még szó. De az egyik utolsó előadásnak tervezem, amit így külön tartok Hamvasról. Az elmúlt nyáron Erdőbényén, meg számos helyen már se tudom hány előadást tartottam Hamvasról, és mindegyiket próbáltam, hát olyan 20-at legalább eszébe megírni. És mindegyik, vagy többből lett komoly vita, kevesen értették azt igazából, hogy mit akarok én ezzel, de szerintem maguk ma biztos vagyok benne, hogy a legtöbben érteni fogják, hogy mit akarok ezzel. És akik talán vannak olyanok maguk között, akik már olvasták a Dróton, vagy máshol megjelent esszéimet, ha még nem, akkor megtehetik, ott fenn van nagyrészt, vagy majd ezt a könyvet, akkor biztos vagyok benne, hogy össze fog állni a kép, össze fog állni a történet, hogy ez a
ez a Tibi gyerek mit akart itt a Hangos Bélával, és miért beszélt róla. A mai téma az egy kimondottan kényes téma, legalább olyan kényes, mint amit Debrecenben választottam, amikor a metakritikai konferenciát tartották a Modembe, és oda meghívtak előadni, és én Lukács György és Hamvas vitájáról beszéltem. És ott is elég nagy vita alakult ki e körül az előadás körül. Én most Hamvas Béla és a zsidóság kapcsolatáról fogok beszélni. Nyilván azért egyrészt, mert itt vagyunk ezen a helyen, és azért is, mert e körül nagyon sok téveszme, tévedés és félreértés van. Lesznek olyan részei az előadásnak, amelyek majd némi magyarázatra szorulnak, és akkor úgy fogok, amit most előadok, ezt nyilván már megírtam a múlt héten egy eszében. Nem ezt az eszét fogom felolvasni, hanem élőszóban fogom elmondani, úgyhogy lehet, hogy néhány rész kimarad, vagy valami nem tiszta, vagy akármi, akkor a végén, ez egy körülbelül 35 perces előadás lesz, akkor nyugodtan tessenek kérdezni, és hogyha tudok válaszolni rá, akkor válaszolok, ha nem, akkor egy-két nap múlva utána nézek, vagy megpróbálunk utána nézni, és megpróbálunk közösen válaszokat keresni erre a kérdésre. Az első és legfontosabb kérdés a számomra az volt, hogy vajon valóban, mint ahogy egyesek állították, és azt majd így ezt is elmondom, fasiszta volt-e, vagy a fasiszta gondolatokat készítette elő Hamvas Béla, antiszemita volt-e Hamvas Béla? Ezt azért tettem fel ezt a kérdést, mert Lukács György abban a kritikában, amit a Forradalom a művészetben című könyve, ami Kemény Katalinnal közös könyve volt Hamvas Bélának, és amit 1947-ben adtak ki, és számos szentendrei művészről is írtak ebben a könyvükben, ezt megkritizálta a fórumban megjelent tanulmányában, és azt állította, hogy mind Hamvas Béla, mind pedig Kállai Ernő, aki egy másik korabeli művészettörténész volt, aki szintén hát Hamvasnak most reneszánsza van, de Kállai Ernőt méltatlanul felejtették el egyébként. Ő is egy kiváló, nagyon jó szerző volt, ő csak művészetről írt, csak képzőművészetről. Érdemes utána nézniük. Tehát őket, kettőjüket vette fellengére Lukács György, és azt állította, hogy nem veszik tudomásul, hogy milyen csodálatos a kommunizmus, nem veszik tudomásul azt, hogy micsoda eszmék vannak, és a fasiszta gondolatok szekértolói. Ezt mondta Lukács György. Nyilván ennek óriási következményei lettek Hamvas Béla életére, a legtöbben ezt nyilván tudják, hogy először is elvesztette a könyvtárosi állását, nem tarthatott többet előadásokat, addig egyébként 16 éves korától kezdve, 1913-tól 48-ig Hamvas Béla számtalan publikációt jegyzett, nagyon sok előadást tartott, ugyanígy, ahogy én, most ő is beszélt nagyon sok helyen a művészetekről, irodalomról, irodalomtörténetről, történelemről, számos dologról. Ezután a megjelent kritika után ez olyan volt, mint egy ilyen kilövési engedély, egy csomó cikk megjelent a nyomában, és hát beindult a kultúrharc, és szétszették szegény Hamvas Bélát. Ő pedig egyre jobban eltávolodott ezektől az emberektől, és közben volt egy, már akkor elkezdett ide kijárni, már a 40-es évek elején Szentendrére, a Bubánba, azt az eszémet, meg a kis videómat is megtalálják az interneten, aminek az a címe, hogy Hamvas háza, és ott leírtam erről a házról, amit le kellett. És a lényeg, hogy elkezdett kertészkedni, kiváltotta a földműves igazolványt, és 3 évig ugye az volt az aranykor számára, itt élt Szentendrén. Aztán ez egzisztenciálisan nem volt tartható, és hogy ugye Tiszapalkonyára került a gyárba raktárosnak. De hát ekkor ő már olyan 50 körül volt, és most én nem akarom az egész életrajzot visszamondani, egyelőre legyen elég annyi, hogy Lukács György ezzel vádolta. Ez volt az állításának a központi része, és ezt most nem is idézem szó szerint, elég ennyi, hogyha ezt a tanulmányt elolvassák, meg nagyon nehéz megtalálni Lukács Györgynek ezt a tanulmányát, nem olyan régen volt egy komoly nagy vita több filozófussal az ELTE-n, a Doktoranduszok Országos Szövetsége szervezte, és akkor én ezt a kérdéssel mentem oda, ezt a kérdést tettem fel, hogy mit gondolnak erről a tanulmányáról Lukács Györgynek, mert ez egy meghatározó tanulmány. Én tudom, hogy nagyon sokan nagyra értékelik Lukács Györgyöt, meg így, meg úgy. Én nem akarom Lukács György egész korpuszát értékelni, és nem arról van szó, hogy most pro és kontra mondunk dolgokat.
miért ne lehetne Lukács Györgyöt is olvasni? Azt akarom mondani, hogy ez a tette, ez nem volt valami szép dolog, és ez egy nem igaz állítás volt, hiszen ha elolvassuk a forradalom a művészetben, mondjuk az eredeti címe, Absztrakció és Szürrealizmus Magyarországon, akkor azt láthatjuk, hogy Hamvas olyan gondolatokat hozott be a képzőművészet kapcsán, a köztudatba, olyan fogalmakat vezetett be az absztrakció és a szürrealizmus kapcsán, amelyek sajnálatos módon nem is épültek be a magyar közgondolkodásba, éppen ezért máig, hogyha valaki, a legtöbb magyar ember sajnálatos módon, hogyha absztrakt, vagy szürrealista, vagy ezekből fakadó képzőművészettel találkozik, akkor azt mondja, hogy ez kifrasz, én is meg tudnám csinálni, nem tudja értelmezni, mert nincsenek fogalmai hozzá, mert nem ismeri egyrészt ezt a könyvet, nem ismeri ezeket a gondolatokat. Visszakanyarodva egy kicsit a háború előtt és ehhez a kritikához, ekkor írta ugye a háború alatt írja, a háború előtt a 40-es években készül el a Magyar Hyperion című dolgozatát, és ezt szerettem volna az első idézetként felolvasni ehhez az előadáshoz, közben elkezdem nézni az órámat is, nehogy túlcsúszak majd. Tudom, hogy nem fog következni utókor, amely majd megbecsül. Amit én csináltam, oly erős, kegyetlen és embertelen, hogy az iránt semmiféle utókor nem fog megenyhülni. Nem kedvezek senkinek, még nekik sem. Belőlem senki sem meríthet igazolást. Ez a mondat lesz a mai előadásnak az egyik kulcs mondata, hogy belőlem senki nem meríthet igazolást. Ugyanis Hamvast azóta nem csak tehát ezek végül is, amit Lukács akkoriban vallott, ezek erősen szélső baloldali eszmék, vagy kommunista eszmék, aminél a legtöbb valóban baloldali, mint például Hamvas Béla apósa, Kemény Gábor, Kemény Katalinnak, azt hiszem Kemény Gábor volt, remélem jól mondom a nevét, Marika bólogat akkor biztosan. Ő valóban baloldali eszméket vallott, és próbálta Hamvas Bélát, számos vitájuk volt meggyőzni arról, hogy a kommunizmus az egy szép eszme, és az milyen jó dolog, csak a politikusok rontják el. Ugye most ezen a helyen vagyunk, a zsidóságból számos ember érzett szimpátiát a kommunizmussal. Nyilván azok miatt, az eszmék miatt, amelyek a kommunizmusban vonzóvá tették számukra az egyenlőség eszmét, hasonlókat. Más kérdés, hogy minden ilyen eszme alatt csak újabb apropót sikerült találni világszerte, nem csak magyar sajátosság, az öldöklésre, a rablásra és az őrületre. Ezt Hamvas is nagyon jól tudta. Éppen ezért írta le azt, hogy belőle ne nyerjen senki se igazolást. Ő nem akart politikai eszméket igazolni, nem hitt ezekben a politikai eszmékben, azzal együtt, hogy egyesek szerint, ezt én máig nem sikerült, pedig voltam a Hamvas hagyatékban, kértem a segítségüket abban, hogy ezt keressük meg, hogy ugye belépett a kommunista pártba, ezt többen mondták, erre is majd visszatérnék, belépett a szociáldemokrata pártban is, egyébként mondom, kiváltotta a földműves igazolványt is, mindent megpróbált, amikor teljesen ellehetetlenítették egzisztenciálisan. Ugye akkor Kerek Perec kimondták, hogy egy fővárosi hivatalnak volt tulajdonképpen a fővárosi könyvtár alkalmazottja, ezt többen tudjuk, hogy aki nem lépett be, az nem tartotta meg az állását. Hamvas ezzel együtt se tarthatta meg az állását. Én továbbra is azt mondom, hogy szerintem ez oral history, én nem találtam meg a kommunista igazolványát, de ha meg is találtam volna, pont ami a könyvemnek a címe, amire Kemény Katalin felhívta a figyelmet, belefért volna a történetbe, ettől még nem lett volna kommunista. A másik szerző, akire fel szeretném hívni a figyelmet, és amiért én ezt a mai előadást megtartom, az egy kortárs szerző, a magyar tradicionalizmusnak egy kiemelkedő alkotója, akinek számos gondolatát én már kritizáltam különböző publikációkban. 7 évvel ezelőtt a Magyar Szigeten Horváth Robert tartott egy előadást Hamvas Béla és a magyarság címmel. Részben reflektális ez az előadás arra, ott ugyanis felolvasott egy idézetet Hamvas magyar hyperionjából. Hamvas a magyar hyperiont átdolgozta többször is, de fennmaradt az első változata, amit Gulyás Pálnak, a debreceni költőnek küldött el. Ez a változat nagyban különbözik az utolsó megjelent, maguk által ismert változattól. Ebből idézett Horváth Robert ezen a szigeten, és ebből mondta le messze menő következtetéseket, és vitte el odáig, hogy a judeo-bolsevista liberalizmus kritikája tulajdonképpen Hamvas Béla.
Szerintem ez hülyeség, és ezt el is fogom mindjárt mondani, hogy miért. De visszakanyarodva, hogy, és megválaszolva azt a kérdést, hogy vajon, hogyha találunk egy-egy időzetet Hanvas Béla életművében, amelyeknek furcsa felhangja van, antiszemita szerzője Hanvas, ezt nagyon egyszerűen meg lehet válaszolni. Tábor Béla is egyébként írt egy cikket a még egykoron létező Népszabadságba, ami ugye már nincs. Én a Magyar Nemzetbe írtam cikkeket, ami most éppen szintén nincs. Hogy hát nem volt antiszemita szerinte. Én most elmondom, hogy szerintem miért nem. Amikor 16 éves volt, most egy kicsit elkanyarodnék, az első megjelent publikációja a Három nap Dunántúlban, találunk egy részletet, ez egy útleírás, ami a Magyar Turista Egyesületnek a díját nyerte meg, és a Szövétnek, akkoriban működő Szövétnek című ifjúsági lapban jelent meg 1913-ban, ez az első publikációja Hanvas Bélának, ez az első, ami nyomtatásban megjelent. Erről hosszasan írtam az Öt Géniusz kapcsán, meg majd a Hanvas túrázásai, kirándulásai és a magyarság ismeret és a magyarság felfedezése kapcsán egy másik tanulmányba. Most csak egy részletet emelnék ki, ahol Nagy Martonról beszél. Itt találkozik egy Heiden nevű kocsmárossal Nagy Martonba, aki elkíséri őket Fraknó várába. Önök közül biztos sokan tudják, hogy hol van Nagymarton, ez ugye ma Burgerlandhoz tartozik ez a rész, de csodálatos ez az utazás, én ezeket lerajzoltam a térképen, és javasoltam, hogy középiskolásokat vigyenek el erre az útra, és meséljék el, hogy mit gondolt a 16 éves Hanvas Béla ezekről a helyekről, és ebben a kis idézetben így beszél a fiatal Hanvas. Tőle, Heidertől aztán sok érdekes apróságot tudtunk meg Nagy Martonról. Olyasmit is, amit dr. Thierry Gustave kitűnő úti kalauzában nem olvasható. Kis részletet kihagytam. Érdekes dolgokat mondott el Nagy Marton élesen elkülönített két részéről, a keresztény és a zsidó Nagy Martonról. Az első népesebb, tisztább és szebb, de épp ezért büszkén nézi le a másikat. Egész a legújabb időkig ezt a lenézést meg is érdemelte ez a másik, már azért a rossz hírnévért is, amit Nagy Martonra hozott, mert híres orgazdafészek volt ez, főleg a bécsi tolvajok számára. Nem egy nagyobb lopás bűnjeleit találták meg itt az igazságszolgáltatás kutató emberei, de ezek az idők már elmúltak, talán azért is nem volt tanácsos itt elrejteni a kétes eredetű szerzeményeket, hiszen azonnal itt kereste a törvény, de azért a zsidó Nagy Martonban, ma sem volt a keresztény Nagy Martonban lassan kifelé húzódnak a zsidók. Ez a tipikus ilyen esete annak, ugye, hogy mivel találkozunk? Azzal, hogy a fiatal pozsonyi ifjak elmennek Nagymartonba, találkoznak egy kocsmárossal, aki előadja a sztorit nekik, hogy régen ilyen volt a zsidó Nagymarton, de már nem ilyen, elterjeszt valami legendát vagy történetet, amiről nem tudjuk igazából, tehát nincs valóságreferencia, nem tudjuk eldönteni azt, hogy ez most tényleg így volt, vagy nem így volt. Én egyelőre ennek semmi nyomát nem találtam, hogy ott valóban orgazdafészek lett volna, viszont a Heider valami izgalmas történet, de már nem olyan. Tehát, hogy mond is valamit, vagy nem is mond valamit. A fiatal Hanvas nyilván nem mint egy kis színes történetet, ezt átveszi az út leírásába, hogy a saját kis történetét kiszínezze, de nem tudja ellenőrizni, nem megy oda, és így terjednek el azok a történetek, például, hogy a magyarok piros aranyjal és erős paprikával eszik az erős pistát, és vagy mit tudom én, halászlépkenünk a hajunkra, meg hasonló hülyeségek, egy csomó olyan dolog, ami ilyen legenda, vagy amit így elterjesztünk, általában ilyen gond. A németek azok mind pontosak, sört isznak és BMW-vel járnak, ugye? Tehát, hogy ezek a közhelyek, amiket így elterjesztünk, elmondunk, és valójában nincs mögötte tudás, nincs mögötte valóság, hiszen minden ember más. Vannak lehet, hogy általános jegyek, úgynevezett karakterológiai jegyek, ezekkel nagyon sokat foglalkozott Hanvas később, amelyek jellemzőek a magyarokra, de a magyarokra is azt mondja, vagy akik a Kárpát-medencében laknak, hogy minimum 5 nagy géniusz jellemző, ugye? És ebből tevődik össze. Nem beszélve arról, hogy hányféle nemzetiségből, népségből, közegből áll ez a Kárpát-medencei rész. De itt egy eszenciális elemét láthattuk annak,
ami általában jellemző az úgynevezett zsurnalizmusra vagy újságírásra, amit Hanvas hosszasan űzött, hiszen ebből élt az egyetem után, de amikor az egyetem után elkezd cikkeket írni, sokkal-sokkal alaposabb, sokkal szebb történeteket, konkrétan krimiket ír egyébként a Balcsi Zsilinszky Endre szerkesztette Szózatba például. Erre a részletre, hogyha ezt kiragadnánk, és egy olyan kontextusban helyeznénk, amely az interneten számos ilyen oldalt lehet találni, meg jelennek meg ilyen újságok, akkor lehetne erre azt építeni, hogy már a fiatal Hanvas is így vagy úgy gondolta, de ez szerintem butaság. A következő idézet az, amit Horváth Róbert abban a 7 évvel ezelőtti előadásában kiemelt a Magyar Hyperionnak az első változatából, és amihez egy kis magyarázat fűződik. Ez egy Kerényi Károllyal való kapcsolatáról beszél, a Szigetről, ami egy nagy kudarc volt számára, kudarcként érte meg. A Magyar Hyperion első változata nagy részt erről a megvalósíthatatlan eszméről szól, hogy ők micsoda meg szerették volna újítani Magyarországot, egy nagy szellemi felfrissülést hozni, és Kerényi Hanvas szerint erre alkalmatlan volt. Kerényivel egyébként nagyon jó barátságban volt sokáig Hanvas Béla, és később ezután az összeveszés után, a háború után kibékültek. Kerényi ugye kiment Svájcba, és Jung mellett dolgozott, és híres antifasiszta volt egyébként, ezért nagyon utálták is, és őt is ugyanúgy egyébként megtámadták Lukácsék is, meg mindenki, pedig nagyon figyelemre méltó Kerényi Károly görög mitológiáról alkotott gondolatai, és ajánlom figyelmükbe, hogy például az Apollonról szóló írásait, hogyha németül tudnak, azt el tudják olvasni, de számos tanulmánya jelent meg magyarul is. És ez a pont, ez az, amikor egy barátság véget ér, amikor egy közös vállalkozás nem sikerül, hát ez egy kudarc pillanata, amikor ezt leírja Hanvas Béla. Ez egy fontos háttérinformáció, hogy ezt az idézetet megértsék. Most felolvasom ezt ugyanazt az idézetet, amit Horváth Róbert 7 évvel ezelőtt, és egy kicsi szoros olvasással megnézzük azt, erre a részletre építik egyébként a legtöbben azt, hogy Hanvas mit gondolt a zsidóságról, és hogy antiszemita lett volna. Most megnézzük ezt a dolgot egy kicsit közelebbről. Ez az idézet így hangzik, amikor megismerkedtem vele, ugye Kerényi Károllyal, a helyzet, amelyben élt, bántó és szégyenletes volt. Olyan emberekkel vette körül magát, akiknek közelében csak orbefogva lehetett lépni. Azon felül penetrál zsidóság. Mit nevezek zsidóságnak? A védtelenséget, a polgárosulás felé, a lassú elsüllyedést, a komfortba, a takarékkönyvbe és a sznobizmusba. Valami szemtelenül profán és pimaszul kihívó importált angol és francia elmészség. Minden hazugi, még a mosoly is. Ő, Kerényi, a klasszika filológus állt a középpontban, fölényes jóindulattal komédiázott nekik, akik érezték, hogy ez még a jazznél is izgatóbb, a koktélnál is rafináltabb, mert itt nem léhasságokkal játszottak, hanem istenekkel, az Akadémosz kertjének fordítottja volt, és a platóni erosz ellenkezője. Hiányzott belőle minden komoly, tiszta és valódi. Ezt Horváth Róbert a Darabos Pálféle monográfiából idézi. Darabos leírja, ugye többen ismerik ezt a nagy monográfiát, Darabos leírja, hogy ez valamilyen különös módon nem jelent meg a későbbi Hyperion kiadásban, illetve máshogyan jelent meg. Mondom, a Hyperion kiadása elég sok gond van, de amennyire én tudom, Hanvas saját maga írta át a Hyperiont, és húzta ki ezeket a részeket például, és érdemes megnézni, hogy fogalmazta át egyrészt. Másrészt pedig nem szabad elfelejteni, hogy Hanvas Béla például a Németség eszéjében, vagy éppen az öt géniuszban, vagy más helyeken, ahol magyarságról ír, iszonyatosan kritikusan fogalmaz. Itt, ebben a pontban, lehet, hogy itt éppen a zsidósággal szembe fogalmazott kritikusan, de hogyha szorosabban megnézzük ezt a szöveget, akkor azt látjuk, hogy igazából ez egy tanulságos részlet, nem mond semmi olyat, ami kilógna a 30-as évek
újságjainak a hangneméből itt. Igazából szerintem ez a magyar hiperion egyik mélypontja, el lehet rajta gondolkodni, én is félig zsidó ember vagyok, elgondolkodok rajta, hogy akkor most ez igaz rám, hogy én elsüllyednék a komfortba, vagy a takarékkönyvbe, a polgárosulás felé, hogy ebben van-e valami gond, nem tudom. Azt tudom, hogy a 30-as éveknek valóban ez volt a zsidóságról alkotott sztereotíp képe, hogy ilyenek a zsidók. Ha ezt a szövegrészletet kivesszük a magyar hiperionból, akkor megtévesztjük igazából a közönségünket és az olvasókat, hiszen kontextusában értelmezhető ez az egész. Ugyanúgy, ahogy most ha kivennénk ugyanígy összetudnánk gyűjteni azokat a dolgokat, amit a németségről, vagy a magyarságról számos kritikát mondott. Azt mondja az interjúban Hanvas Béla, hogy ha az 1956-os forradalom nyer, akkor sincsen semmi, mert akkor jönnek majd a magyarok. És elrontják. És ezzel most nevetünk, de ez lehetne nagyon sértő és kényes is számunkra, hogyha amikor azt mondja az öt géniuszba, hogy a magyar nemesség hogyan züllött el, és hogy mit jelent a cigányzene például, amiben szintén nagyon kritikusan bán Hanvas, akkor ezek miatt a gondolatai miatt megharagudhatnánk rá. Lehet, hogy érdemes komolyan venni ezeket a kritikákat. Számomra egyébként nagyon fájó volt, amit a magyar nemességről mondott, hiszen valóban ez történt a Senyei családdal, ami egy 700 éves család, azon felül természetesen, hogy kirúgták alóluk a székeket, például nagypapámtól a pácinik vették el. Másik nagypapám még rosszabbul járt, mert ő Auschwitzba halt meg. Tehát, hogy a 20. század az teljesen széttépte igazából azokat a kereteket, amiben elődeink éltek. Hanvas saját maga is éppen az említett interjúban foglalkozik azzal, hogy miből fakad ez az indulat nála. Saját magát is kritizálja, és ez nagyon-nagyon fontos, szerintem nagyon fontos szerzői tulajdonság. Úgy mondja, hogy van egy ilyen ressentiment, így mondják, ha jól tudom, nem vagyok franciás, de így mondják, ugye ami mindig egyfajta ilyen düh, ellenérzés, egy sértődöttség. Érdemes utána nézni az etika szótárba, hogy mit jelent ez a kifejezés. És sajnos a magyar hiperionban ez a ressentiment, ez a sértődöttség egy meghatározó erő, egy meghatározó tűz, egy meghatározó energia, ami abból a sértődöttségből fakad, hogy Hanvas felmérte, hogy ezzel a kiváló tehetségű Kerényi Károlya ők ketten mire lettek volna képesek, és ezt nem tudták megcsinálni. És Hanvas ekkor még a háború előtt elég erősen okolta ezért Kerényi Károlyt, és lehet, hogy ő is felelős volt érte, de később, ahogy az interjúban le is írja Hanvas, ajánlom figyelmükbe ezt az eszét, azt mondja, hogy rossz helyen kerestem a válság kiinduló pontját. A sötét pont, azt mondja, bennem volt. Én voltam az elsődleges, akivel valamit kezdeni kell. És amikor abban a pillanatban, amikor ebben az életben és életműben tudatosul az, hogy a probléma, persze mindenhol van probléma. Egyik naplójegyzetében azt mondja, hogy milyen jó, hogy van politika, rá lehet fogni másokra, hogy minden rossz. Vagy valami ilyesmi, most nem szó szerint idéztem, de utána lehet nézni. Tehát, hogy valami külsőre lehet projektálni. Ugyanígy ugye milyen jó, hogy van zsidóság, lehet valakit okolni azért, amiket csinálnak. Ugyanígy milyen jó, hogy van németség, lehet őket okolni. Mindig valaki mást kell okolni, mindig valaki más a hibás, soha nem azt vizsgáljuk meg, hogy mi mit rontunk el, hogy velem mi a probléma. Hogy én tudom nagyon jól, hogy ebben a 45 percben se nem vádbeszédet, se nem védőbeszédet szeretnék mondani, egyszerűen csak fel szeretném hívni ezekre a dolgokra a figyelmet, éppen ezért beszélek erről, és azt is tudom, hogy bármennyire is összegyűjtő minden retorikai készségemet, nem lesz elégséges ahhoz, hogy ez ne legyen támadható. Biztos, hogy fogják támadni, nem baj. Kerényi Károly olvasta ezt a kritikát, és Gulyás Pálnak egyik levelében ezt írja. Eszembe jut, amit Hanvas hiperionjáról írt el nekem, ismerem, nálam is van másolata, és én már tudom, mennyire énes, én. És épp ezért az eldugott, mégis ordító én miatt mennyire hamis. Most az az igazság,
hogy pont a Magyar Hyperion az a műve Hanvas Bélának, amiben nincs eldugva az én. Sehol, semmelyik másik írásában ennyire nem szolgáltatja ki magát, ennyire nem mutatja meg a belső vívódásait, érzéseit, sehol nem, vagy nagyon kevés írónál találkozunk például azzal, hogy bevallja valaki, hogy irigy, féltékeny, sértődött, ezt érzi, vagy azt érzi, már pedig higgyék el nekem, hogy az írók is ugyanúgy, mint minden más ember, teli van egy csomó olyan gondolattal, érzéssel, amit később megbán, vagy nem úgy gondolja, felülbírálja. Hanvasban ez volt a zseniális egyébként, hogy a saját téveszméjét, gondolatait, hogyha esetleg előjöttek, felül tudta bírálni, tovább tudott lépni rajtuk. Ez nem mondható el mindenkiről, sem régen, sem most sajnos. És akkor most térjünk arra rá, hogyha ebből ugye azt próbálnánk megmagyarázni. Miért fontos az, hogy Hanvas Bélából politikai tőkét kovácsoljanak pró vagy kontra? Akár úgy, hogy elutasítsák, akár úgy, hogy beépítsék az adott kánonba. Egyáltalán miért fontos az, hogy írókból politikai tőkét csináljanak? Azért próbálják ezt újra és újra meg, nem csak Hanvassal, hanem Márai Sándorral, vagy sorolhatnám, mert önmagukban nyilvánvalóan nem elegek. Mert nincs mögötte tett, mert nincs mögötte élet, nincs mögötte valami konkrét dolog. Hanvas életműve, hogyha az így megnézzük, az elég konkrét. Szóval ő megírta azokat a könyveket, lerakta azokat a műveket. Ugyanígy Márai Sándor is. Mert kezünkbe vesszük bármelyik Márai művet. Ajánlom figyelmükbe például szerintem rendkívül aktuális Hallgatni akartam című nem olyan régen megjelent könyvét, ami a Polgár vallomásainak a vége tulajdonképpen, akkor is azt látjuk, hogy ezek a mondatok sütnek, ezek a mondatok jelentenek valamit. De erre politikai pártot, vagy ilyesmit húzni, az mindig valami, mindig egy keserű fennhanggal, legalábbis számomra, író számára, ugyanúgy, mint amikor vallást alapítanak belőle. Tolsztoj, a nagyszerű Tolsztoj, tényleg a csodálatos Tolsztoj, aki felmérte, hogy mit jelent Oroszország, és felmérte, hogy az új korszakot, ami beköszöntött az ő idejében, felmérte azt a spirituális éjséget is, ami nyilvánvaló, amiről Nietzsche is beszél egyébként, hogy hogyan üresedett ki a kereszténység, miért mondja azt Nietzsche, ugye, amit mond, azért mondja azt, mert az egész kereszténység címszó alatt valójában nem a kereszténység valósult meg. Szó sem volt erről, inkább csak néhány újabb adónemről, meg hatalom különböző legalizálásáról. És éppen ezt kritizálja igazából Nietzsche, Tolsztoj is. És mi történik Tolsztoj, amikor már köré világhírű, köré épül szinte egy egész falu, és már szinte egyház alapítóvá válik, akkor az öreg Tolsztoj fogja magát is lelép. És egy vasútállomáson kapják el, és üldözik újságírók, ezt biztos ismerik ezt a történetet, és próbálják megérteni, hogy Tolsztoj miért lép ki ebből a történetből. És egyetlen egy olyan szerzőt ismerek egyébként, aki meg tudott felelni ennek az elvárásnak, őt Aurobindónak hívják, egy indiai szerző. Ő az, aki valóban tudott úgy, nyilván volt mellette egy nagyon erős nő, ez nem mellékes, aki egyszerre tudta egyeztetni a szellemi és az anyagi megvalósulást. És akkor most rátérnék arra a részre, hogy mi történt a II. Világháború alatt Hanvas Bélával. Ugye háromszor hívják be, egyszer elkerül egy oroszországi frontszolgálatra, sajnos nem mondtam el pénteken, a Marikáiknál az Ászletvitában volt egy rövid előadás arról, hogy milyen művei vesztek el Hanvas Bélának, sajnos elveszett az oroszországi naplója is. Ezt a naplót egyébként odaadta az egyik katonatiszt barátjának, vagy ilyesmi kerül. Tudunk, hogy ez Dél-Amerikába került ez a napló, de ott elvágódik a történet, és nem tudjuk tovább követni. Szóval, ha valakinek remek dél-amerikai kapcsolatai vannak, akkor hát, ha meg tudja találni. És ugye 44-ben átkerül Szokolyára. És ugye a II. Világháború alatt ő már több mint 40 éves, az egyik levelében még viccesen írja is Gulyás Pálnak, hogy itt vagyok a repülőtéren, mint katonatiszt, úgyhogy autót sem tudok vezetni.
De hát mivel ő az első világháborúból szerelt le, őt rögtön tisztként, hadnagyként hívták be. És Szokolyán, ahol Vörös Sándor is meglátogatta, ahol Kemény Katalin is járt nála, ezeket most nem olvasom fel, erre a szokolyai időszakra való visszaemlékezéseket, majd elolvassák az eszében. Szokolyán munkaszolgálatosokat bíznak Hamvas Bélára. Erről két forrásunk is van egyébként, a Kemény Katalin és a Darabos Pál is ír erről. És amikor a nyilas pucs van, akkor Hamvas Béla azt mondja a munkaszolgálatosoknak, hogy mehettek, ő is dezertál, és dezertőrként bújk el. Egyébként elkapják Hamvast, be is viszik, és szegény Katalin ez alatt teljesen összeomlik, hogy mi lesz Hamvas Bélával, de mosolyogva pár óra múlva visszatér a Hamvast, és mondta, hogy annyira részegek voltak, hogy nem volt nehéz meglépni, de hát ezután egy nagyon-nagyon-nagyon kemény időszak következik Hamvas életében, bujkálnak, éheznek, Katalin megbetegszik, nyilván rettegniük kell az igazoltatástól. Nem hinném, hogyha ha Hamvas ezekkel a szélsőséges eszmékkel bármilyen kollaborációra hajlamos lett volna, akkor elengedte volna a munkaszolgálatosokat az élete árán, illetve dezertált volna katonaként, úgyhogy azért ő, lássuk be, patrióta volt világéletében. Bár ezekkel az ilyen, van egy ilyen nagyon fontos mondata, ami nyilván megint csak kontextusából kiragadva ez félre vihet, de azt mondja, hogy mindenféle nacionalizmus, mindenféle, most megint csak nem szó szerint idézem, ami nem túl helyes, de mindegy, tehát mindenféle ilyen néphez tartozás, vagy ilyesmi érdekes, meg izgalmas, meg karakterológiailag vizsgálható, de valójában az alapvető emberihez, az alapálláshoz képest torzulás, azzal már nem, tehát mindig a középpontban, az eredethez kell visszatérni, az alapálláshoz, és onnan kell vizsgálni a dolgokat. És ezt az ember csak saját maga teheti meg, saját magával. Ha csak ennyi lett volna a története Hamvas, ez az életrajzi történet, amit most elmondtam, most nagyon röviden felszeretném arra hívni a figyelmüket, hogy Hamvas egyrészt tanult héberül, másrészt pedig behatóan foglalkozott a zsidó misztika kiemelkedő szövegeivel, ugye lefordította és kiadta a Hénok apokalipszist, és a Széfer Jecirát is. Ezeket megtalálják, ezeket a szövegeket tanulmányokkal együtt az Ősök Nagycsarnokának harmadik könyvében, és itt az egyik tanulmányban, a Széfer Jeciráról szóló tanulmányában ezt mondja Hamvas Béla, nem kicsit önkritikusan, hogy a héber mesterek nem győzik hangsúlyozni, hogy akár a Tóra, akár a Talmud, vagy a Kabbala idegen nyelvre fordítva tulajdonképpen és sajátos értelmét elveszíti. Ugyanezt mondják a kínaiak a Tao Te Chingről, a hinduk a Vedantáról. Mindegyiket fordította Hamvas. Miért fordította Hamvas a Vedantát, a Tao Te Chinget, a Széfer Jecirát, a Hénok apokalipszist? Azért, ő azt mondta, hogy ez mindez a hagyomány része. A kaballa kapcsán mit jelent ez a szó, hogy kaballa? Ugye a legtöbben ma a különböző honlapokról tájékozódnak, ezt nagyon rosszul teszik, kivétel ha az a drót, de hogy a legtöbben azt gondolják, hogy a kaballa az valami nagyon misztikus, ködös dolog, amivel nagyon sok pénzt lehet csinálni, mert biztos a zsidók találták ki. Ez ugye megint egy hülyeség. A kaballa azt jelenti, hogy hagyomány. És ugyanúgy, ugyanazokhoz a dolgokhoz kötődik, amiről Hamvas nem győz nagyon-nagyon-nagyon sokat beszélni, és nem véletlenül fordítja le ezeket a szövegeket magyarra, próbálja a megértési horizontot kitágítani, és a magyarság számára olyan forrásokat elérhetővé, könnyen elérhetővé tenni, amelyek segítik megérteni a zsidóság legmélyebb dolgait. Mert ugye miről szól a Széfer Jecirá? Arról szól, hogy a szavak, amiket kimondunk, sokkal mélyebb jelentéssel bírnak, sőt, teremtő jelentéssel bírnak. A tegnapi elbeszélés, amit felolvastam, ott ugye a gólem történetben, a met, emet, hogy egyetlen egy betű letörlése, gólemet megöli, ugye, vagy életre kelti. Ott is ugyanúgy tulajdonképpen ezzel a zsidó kabbalisztikus hagyománnyal találkozunk, hogy egy-egy betű, egy-egy szó, hogyha az valóban át van gondolva, ki van mondva, le van írva, mennyire fontos, mennyit változtat a világon. Éppen ezért azok a szavak is, amiket mi kimondunk egymásnak, amiket gondolunk, teremtő erővel bírnak.
olyan képzeteket, olyan gondolatokat hívnak életre, amelyek befolyásolják a létezésünket. És lehet erre azt mondani, hogy nem igaz, és mindenki össze-vissza mond éppen ezért dolgokat, de higgyék el nekem, hogy ez így van. Tehát előadásom végéhez közelítve, azt szeretném mondani, hogy én most reflektáltam nyilván a recepcióra is, az életrajzból is mondtam részleteket, és felhívtam a figyelmüket erre a két fantasztikus tanulmányra és szövegre, a Hitler apokalipszisére és a Széper Jecirára, amit olvassanak el, és ami a zsidó hagyományhoz szorosan kapcsolódik és hozzátartozik. És előadásom végén el szeretném mondani azt, hogy ez nyilván ez az előadás személyes indítatásból is született, hiszen mint mondottam, én is a Weiner család, az egy régi pesti zsidó család, és érintve éreztem magamat ebben a dologban, de tegyük hozzá, hogy mivel nagyon sok minden könyvét elolvastam Halmosnak, minden naplójegyzetét is, és most már lassan 2 éve készül ez a könyv, én azt is el tudtam volna fogadni, meg tudtam volna érteni, ahogy Heideggerrel is történt ez, bizonyára többen ismerik ezt a történetet, hogyha olyan dolgokat találok, ami arra utal, hogy egy adott korszakában antiszemita lett volna. Nagyon rosszul esett volna, nagyon nagyon csalódtam volna benne, mint szerzőben, hiszen az egész életmű nem erre mutat. De ettől függetlenül nagyon sokat tanultam volna belőle. Én viszont azt találtam, és ez nem önigazolás, és nem a saját lelki nyugalmamat akarom ezzel megalapozni, nem ezzel alapozom meg ugye, hanem azzal, hogy szeretetben élek. Azt szeretném mondani, hogy nem volt az, és akár jobbról, akár balról, bárki bármilyen politikai eszméhez próbálja felhasználni hangost, előbb-utóbb hál' Istennek csalódni fog, mert nem erről szól ez az életmű. Ez az életmű ennél sokkal-sokkal többről szól. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattam.